Tisztelendő paptestvérek, kis papok, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Az első áldozásra való készületet vallásos keresztény családok teljesen magától értetődőnek tartják, tudva, hogy nem csak egy ilyen szép ünnepről van szó, ami a gyerekkorhoz tartozik, egy ünnepélyes befejezés, hanem egy ünnepélyes kezdet. Ezért fontos az, hogy a hittanórán, vasárnapi szentmiséken részt vegyen az, aki első áldozó akar lenni, sőt, valamiféle vizsgát is tegyen, ez így van az ősegyház kora óta, hogy kellő fölkészültséggel, amennyire lehet, járuljon a szent áldozáshoz. Ez az egyes ember életében is meg kell, hogy legyen, de így volt ez az üdvösség történetében is. A leghosszabb készülete az eukarisztiának volt az üdvösség történetében. Utólagos visszatekintésben mi már látjuk azt, és az apostolok is látták, hogy valójában már Ábrahám áldozatánál és Ábrahám idejében elkezdődött a készület, amikor egy Melkizedek nevű pogánypap jött, kenyeret, bort hozott Ábrahámnak, és Ábrahám tizedet adott neki, és ez a Melkizedek az ismeretlenségbe eltűnt. Majd később az új szövetség papsága idején már azt mondták, igen, az új szövetség papsága is ilyen, nem a testi leszármazásban, mint a Lévi törzsében volt szokás, hanem a meghívottság alapján lesznek papok, és a zsoltáros szavát Jézusra is, majd pedig a papságra is alkalmazták, pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Ugyanis a papság szükséges az áldozathoz és az eukarisztiához. És aztán jött a zsidó nép nagy szabadulás története, amit hallhatunk is az olvasmányból. A zsidók húsvéti vacsorája mind a mai napig megvan, mint széder est. Ez lett az előkészítője az utolsó vacsorának, hiszen maga Jézus is fölhasználta a zsidó utolsó, vagy a húsvéti vacsorát, abba illesztette bele az ő vacsoráját, az első szentmisét. És aztán, amikor a nép, a zsidó nép vándorolt a pusztában, éhezett, akkor mannát kaptak az Istentől. Olyan étket, amit csillapította az éhségüket, és Istentől való volt. Ez is előre mutatott arra az időkre, amikor majd Jézus ad nekünk, de nem olyat, amiről ő maga is mondta, hogy atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak, hanem egy olyan kenyeret adok, amely az örök életre szól. És aztán jött egy próféta, Malakiás, akinek volt egy titokzatos jövendőlése, túlmutatott a zsidó áldozatokon, amelyek meghatározott időhöz voltak kötve a templomban, meghatározott rendben, voltak illatáldozatok, gyümölcsáldozatok,
állatok áldozatai meghatározott időben, de volt, amikor az szünetelt. És Malakiás próféta azt mondta, eljön az idő, amikor napkelettől napnyugatig folyvást, tiszta áldozatot mutatnak be az Úrnak. És mi ezt az eukarisztiára értjük, és való igaz, meg is valósult, hiszen a világon mindig valahol, ahogy forog a föld, bemutatják a szentmisét, nincsen olyan perc sem, ahol el ne hangzana az utolsó vacsorán kiejtett szó, és a felszólítás, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És maga Jézus is készítette a népet és az apostolokat. Ott volt a nagy eukarisztikus beszéd, amikor megsokasította a kenyeret, de nehogy abba a hiszembe legyenek az akkori emberek, hogy itt csupán ételosztásról van szó, mint afféle korai karitászban szokás, hanem egy elővételezése annak az éteknek, amit majd ő ad nekünk, aminek nagyon mély tartalma van, ami föl se fogható, sőt sokakban kiváltotta az ellenérzést, mert azt mondták, hogy kemény beszéd, ezt kihallgatja, és el is mentek többen, és akkor Jézus fölteszi a kérdést, hogy ti is el akartok menni? És Péter válaszol, Uram, hová mennénk? Neked örök életet adó igéid vannak. És amikor eljött az utolsó vacsora ideje, akkor is készült Jézus, megbízza a tanítványokat. Menjenek egy bizonyos helyre, ahol majd lesz egy földészített terem. Nem a pusztaságba mentek ki, vagy valami rozzant viskóba, hanem az akkori körülmények között egy szép helyre, hogy megadják a tiszteletet az eukarisztiának. És még ott az utolsó vacsora idején is még készületek vannak, a lábmosás szertartása, hogy össze van kötve a megtisztulással az eukarisztia, össze van kötve a felebaráti szeretettel, hiszen az a szeretetnek a szentsége. És ahogy megáldoztatta Jézus a tanítványokat, akkor János evangélista szerint egy nagyon hosszú tanítást adott. Benne van az úgynevezett főpapi imája, könyörög az atyához, könyörög a papságért, könyörög a hívekért, a hívek egységéért, hasonlatai a szőlőről, szőlőveszőkről, azok olyanok, amik gyönyörű, szép szimbólumai annak, hogy mi hogyan legyünk ő benne. És a szeretet parancsát is meghagyta Jézus, majd pedig énekelve mennek az olajfák hegyére. Ilyen előkészületek és utó tanítások vették körül az első eukarisztikus cselekményt, a szentmisét és az eukarisztiát. Mózes annak idején azt mondta a zsidóknak, legyetek rá büszkék, és kérdezzétek meg, hol van az a nép, amelyhöz olyan közel volna az Isten, mint hozzátok. És valóban a zsidó nép elmondhatta, hogy kísérte őket a pusztába, adta nekik a 10 parancsolatot, a lángoszlop kísérte őket, hogy itt van az Isten közöttünk. De ez beteljesedett. Már nem csak kőtáblákkal, már nem csak zsidó széderestel, hanem a közelebbi módon kezünkre, szívünkre adja önmagát,
vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem, és ehhez a táplálkozáshoz egy nagy ígéret fűződik, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Fölfoghatatlan. Ezért is minden átváltoztatás után a pap mondja, íme ittünk szent titka, vagy a latin szentmisébe, mysterium fidei, hitünk titka. Nem is tudjuk fölfogni, csak a válasz, halálodat hirdetjük, Urunk, s hittel valljuk föltámadásodat. Meghagyta nekünk, és hogy ezen elmékedve gondolkodjunk, és megerősödjünk ebből. Jézus kitalálhatott volna olyan módozatot, hogy másként maradt közöttünk. Mégis ezt a két viszonylag egyszerű étket, italt hagyta meg nekünk, ami egyrészt egyetemes és magától értetődő. A kenyeret, mely szimbóluma lehet minden éteknek és az emberi munkának, és az éhező embernek eszébe jut és nem tudja megunni. Nagyon éhes ember nem valami rafinált ételekre vágyik, hanem már egy darab kenyér is jó neki. A világon éppen most hallottam, hogy körülbelül 800 millió ember éhezik. Valahol meg éppen ott a gázai harcok tájékán szinte az éhhalállal küzdenek az emberek. Tapossák egymást, hogy kapjanak valami élelmet. A földi étek is egy vágyat kelt bennünk. A mennyei étkek is kellenek, hogy vágyat ébresszenek. Mert sokféle vágya van az embernek. Mondhatnánk Adi Endrével, kínzottja vagyunk sok-sok méla vágynak. De vágyak jönnek, mennek, elmúlnak. De egy valami nem, hogy az ember szeretne örökre élni, méghozzá szeretetben. Nem harcokban és gyűlöletben, hanem szeretetben. Ez a szentség tudja ezt a vágyat már most is előre jelezni. S a bor, amely egyrészt egy nemes ital, másrészt a Zsoltáros szava szerint megvidámítja az ember szívét, az evangéliumra utal, az evangélium jó hírére, hogy megvigasztal bennünket, mert az eukarisztia a mi vigasztalásunkra is van. A legnehezebb esetben, akkor, amikor el kell hagynunk a földi létet, ezért is mondták a régiek, hogy viatikum, útra való. Nem a betegek kenetét mondták annak, hanem az eukarisztiát, hogy átvisz bennünket az örök élet partjaira. Adja Isten, hogy egy ilyen ünneplés az eukarisztiának fölkeltse bennünk a vágyat. Az őskeresztény vértanúk írásaiban olvassuk, hogy nem tudunk eukarisztia nélkül élni, és ők vállalták még a vértanúságot is, azért, hogy szentmisét bemutassák és megáldozhassanak. Hát ha vágy benne volna mai keresztényekbe, akkor a szentmisén nem egy ilyen kötelezettség érzett volna az emberekbe, hogy kötelező, az Úr napját szenteld meg, parancs, hanem meghívottak vagyunk. És ennek a szent vendégségnek lehetünk a részesei. Ez a szentség töltse be a lelki vágyainkat, hiszen nekünk adta az Úr a minden gyönyörűséggel teljeset,
hogy velünk legyen, itt maradjon, ameddig világ a világ, hogy most még a eukarisztikus színek alatt táplálja a lelkünket, hogy egykoron ezek a színek leomolva elvezessenek a színről színre látásnak az Úrral való teljes találkozásra. Amen.